estét kívánok! Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit, az adventi víkend adásainak harmadik részét látják. Fogunk ma hegedülni, madarakat etetni, és belehallgatunk majd Gergely Róbert műsorába is, de először is egy aranykotta díjvárományossal beszélgetünk. Jó estét! Jó Szia, estét. Anita! Ez egy különleges díj, amelyet ebben az esztendőben, sőt, jövő évben, ugye, mert ez 2019. januárjában lesz majd átadva, most már ezt hetedik alkalommal találták ki az ország okos színház tudorai, legalábbis akik ugye a zenei darabok, illetve a musicalek világában otthonosan mozognak. Mit kell tudni pontosan erről a díjról, illetve hát nekünk nyíregyháziaknak és a nyíregyházi Móri Zsigmond színházak miért különleges most a te jelölésed? Hát, azt nem tudom, hogy a nézőknek miért különleges a jelölésem. Nekem azért különleges, mert ilyen típusú díjra még sosem kaptam jelölést. Egyébként nem vagyok egy ilyen díjmilliómos, szóval tulajdonképpen nincs is díjam. Uh-huh. Akkor éppen itt az ideje, hogy megtörjön ez a jég. Egyébként én annyit tudok erről, hogy a hetedik valóban, és hogy külön választották a budapesti előadásokat és a vidéki előadásokat. Uh-huh. Szóval az összes vidéki előadás versenyzik, illetve a jelöltek, azt hiszem 6 vagy 8 jelölt van, és akkor mindegyikből van egy férfi és egy női jelölt, illetve nem is mindegyikből, de vannak férfi és női jelöltek, és én vagyok az egyik, és ez tök jó. És az is tök jó, ugye, hogy a Móri Zsigmond Színház művészei eddig nem voltak erre a díjra jelölve, legalábbis, hogyha én na, hát te többet olvastam. Tudsz, mint én. Na, mindenképpen ez valami új dolognak lehet a kezdete, és nyilvánvalóan nagyon reménykedünk benne. Ettől függetlenül kik azok, akik jelölnek tulajdonképpen titeket, művészeket? Egy háromtagú bizottság van, Lakló Taladár, Nyitrai László, és ki is volt a harmadik? Te emlékszel rá? Nekem pontosan föl van, Vágó Zsuzsi. Vágó Zsuzsi, tényleg, igen. Színésznő. Tehát igen, akkor igen. Gyakorlatilag ez azt feltételezi, hogy ők azért megszűrték az összes darabot, vagy pedig csak úgy adhok módon bele-bele néztek előadásokba, és... Ennek a kimenetele számomra teljesen titkos, hogy hogyan jelölték. Hát gondolom, hogy megnéztek előadásokat, és aztán, vagy például Laciról tudom, hogy ő jár több városban is, nyilván mindig megnéz minden, nálunk is mindent látott, úgyhogy ennyit tudok erről a menetről. Na, akkor majd januárban, ha megtörténik a dolog, lehet, hogy egy kicsit több mindent is megtudunk majd erről a dologról. Ahogy mondtad, tulajdonképpen ugye nem vagy ilyen nagy díjtulajdonos, legalábbis eddig, viszont azt gondolom, hogy a közönség szeretete, a város szeretete, meg a maga az a dolog, hogy tényleg nagyon jó nektek itt élni Nyíregyházán, az nagyon sok szempontból kárpótol. Most hát közelegnek az ünnepek, mi is már itt talpig díszbe. Mi a helyzet a színház berkein belül, a színpadon érezhető ez, ilyenkor egy kicsit mondjuk kedvesebbek, toleránsabbak vagytok egymáshoz, mert hát azért ugye nagyon érzékeny ember a színész. Ünnepekhez egyáltalán, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz. Hát maga nyilván az, hogy neki készül, amellett, hogy nekem is például a főpróba hetem van most pont, és az érezhető, hogy hogyan vagyunk, hogy mindenki valami kis, nem tudom. Jó, tulajdonképpen tényleg egy kicsit kedvesebbek vagyunk. De nem kifejezetten... Tehát nem is úgy készülünk a karácsonyra, hogy mondjuk színpadon más történik, vagy ilyesmi, vagy aktualizálunk bármi ilyesmit, hanem csak az ki most akarnék, hogy mondanék egy történetet, de nem mondhatom, mert még titok, amin éppen dolgozunk egy kollégámmal, egy csoda, tehát ő olyan, mint egy két lábon járó karácsonyfa, boldog, sugárzik és szervezkedik, tehát ő rajta például kifejezetten érezhető, uh-huh. hogy most karácsony van, és ettől nekem is ilyen érzésem van. Egyébként pedig nem tudom, hát mindenki fél lábbal ilyenkor otthon van, vagy a fejünk fele egy kicsit azon töpreng, hogy a családunkkal, hogy tudunk majd együtt lenni, és várjuk is nagyon-nagyon-nagyon. Lehet személyesen esetleg kérdezni, hogy persze. Milyen lesz a te karácsonyod itt Nyíregyházán? Az én karácsonyom az mindig vándorlós. Mindig elmegyünk a Tomi szüleihez, a férjem szüleihez, mindig elmegyünk az én szüleimhez, a keresztgyerekemhez, éppen megszületett gyerekeket látogatunk itt-ott,
a barátainkhoz, hogyha el tudunk menni, vagy szilveszterkor, szilveszteri találkozást szervezünk, bár most idén játszunk a két ünnep között is, főleg a férjem, úgyhogy vissza is kell jönnünk majd. De pont ezért a két ünnep közti munka miatt most nekünk is lesz karácsonyfánk, és ez nagyon jó. Bérkarácsonyfát fogunk szerezni. Ez milyen? Ez egy olyan dolog, hogy lehet, vannak olyan helyek, gondolom nem mondhatom el konkrétan, hol, mert az a reklám, de vannak olyan helyek, de már így rákereshető az interneten, igen, hogyha bérkarácsonyfa Nyíregyháza, hogy lehet szavakat használunk. Igen, szerintem tök csodálatos, hogy van földlabdás fa, és mivel nekünk nincs kertünk, tehát nem tudjuk kiültetni, nem nekem kell vadászni embert, aki majd ezt megoldja, hanem vissza lehet vinni, és ők ezt elintézik. És ez nekem rettenetesen szimpatikus, mert a kivágott fák az nekem mindig egy kicsit szomorú, hogy ott hullatja le a tűleveleit, és egyre kopárabb lesz ez az egész látvány, ami igazából arról szól, hogy várunk valamit, ami szép, ünnepi, fényes, és ez a fának az életébe kerül, és így sokkal jobb, hogyha nem. Éppen ezen a héten itt az egyik újságíró kollégánk osztott meg ilyen dolgokat a közösségi oldalon, és iszonyú nagy horderejű vita keveredett pro és kontra élő és mű és egyéb fák ügyében. Úgyhogy, de én úgy gondolom, hogy végül is itt mindenki megtalálja a saját választását, a saját ünnepét, ugye attól függően, hogy mit érez fontosnak. A legfontosabb mégis az lenne, hogy egy kicsit elcsendesedjünk, és oda tudjunk egymásra figyelni. Annál is inkább, hiszen ugye már utána jön az aljos ünnep, jön a szilveszter, és jön a következő év. Említetted, hogy most főpróba heted van, akkor talán erről egy kicsit beavasd be minket, meg az új évbe, a 2019-es év mit tartogat még számotokat? Hát most nem sokára bemutatjuk az Oscart holnap, ami egy vígjáték, várunk mindenkit nagy szeretettel, ahol egy rettentően komisz lányt alakítok éppen, akinek, hogy mondjam, a szíve előbb cselekszik, mint a szája és az agya. Ezt vagyis a Sylvester Stallone-nés film, azt igen, hiszem, de hogy... nem azt a verziót csináljuk, hanem az eredeti szappangyáros verziót, és szerintem szuper lesz, Simon Cornél rendezi, Puskás Tivadar a főszereplő, és szerintem nagyon szórakoztató lesz. Akkor egy kicsit magad is adod ebben a darabban? Egy kicsit ilyen életigenlő, nagyon megmondó. Életigenlőnek életigenlőek vagyunk mind a ketten, Jacqueline is, meg én is, de én nála némileg megfontoltabb vagyok azért, ezt lássuk be, hogy az ajtóstúl a házban másik verzióját abba szoktam csinálni, mint ő. Uh-huh. Igen, tehát ő így, hát majd meglátják. Oké. Okay. Ez az egyik, aztán 2019-ben kezdek a Kékbolygóval, ami gyerekelőadás lesz. Gyanítom, hogy fogunk bábokat használni, gyanítom, ez múltkor bejött Baj Józseffel, aki majd rendezi, és utána pedig a Bob Herceg a következő nagy falat. Ami szintén zenés. Ami zenés. Igen, igen. Amennyit erről tudok egyelőre, az, hogy átdolgozásra kerül a történet, ránk is lesz szabva, ami mindig jó hír, és hát megint lehet sokat énekelni, táncolni, az jó. Nos, hát akkor Anita, én azt kívánom, hogy nagyon szép, fényes, ünnepi legyen ez az év, és a következő év is sok-sok sikert, tapsot és szeretetet tartogasson, és Arany Kotta ügyben pedig hát nagyon szorítunk, mert ugye most már kíváncsian várjuk majd az eredményt, amely valamikor 2019. januárjában megszületik. Köszönjük, hogy itt voltál, és én is köszönöm. Lényeddel emelted a fényét ennek a mai műsornak. Kedves nézők, mi pedig a színháztól alig elrugaszkodva zenével folytatjuk, hát ugye most is zenéről is beszélgettünk. A nyíregyházi adventi forgatag második hétvégén Mr. Emmanuel, vagyis Gergely Róbert lépett színpadra a Kossuth téren, a művész mesélt nekünk a dal születéséről, és természetesen arról is, hogyan telik náluk a karácsony. Hova vagyok magáért, a fekete hajáért, egyetlen egy szaváért, mosolyáért. Hova vagyok egészen, a szívembe bevésem, hallgassa meg, ha kérem, a kérésem. Nem nagy kérés, egy szeretném, ha szeretném, rám nevetnem. Nem kívánom sokáig, ameddig, meddig, csak, hát tényleg nem nagy kérés,
Ha Gergely Róbert, akkor Mr. Emmanuel, hol és hogyan született ez a dal? Az Emmanuel című dal egy Emmanuel című filmsorozatnak, legalábbis az elsőnek a slágerdala, amelyet még a múlt században mutattak be. Ez egy erotikus film, és annak idején, amikor a csillagok úgy álltak a fejem felett, akkor megkérdeztek engem, hogy lenne-e kedvem elénekelni ennek a filmnek a slágerét, az Emmanuel című dalt. Én akkor könnyelműen azt mondtam, hogy igen, miért is ne? És valóban Budapesten, Zuglóban, egy stúdióban elénekeltem. Nem is gondoltam azt, hogy ennek majd milyen utóélete lesz. Én csak azt tudtam, hogy ez egy feladat. Akkor és ott hallottam meg az alapot, a zenei kíséretet. A szöveg nem volt nagyon bonyolult, a dal sem az. Minden slágernek tulajdonképpen az egyik alapja, hogy ne legyen nagyon bonyolult. Vagy pontosabban az egyszerű slágereknek ez a receptje. És ez egy egyszerű sláger. Nagyon könnyen megjegyezhető. És bárhol a világon, ahol elkezdik ezt játszani, vagy a dallam vagy a dallamot hallja valaki, már azonnal tudja, hogy miről van szó. Mert elterjedt az egész világon ez. Nekem talán annyiban van, vagy volt szerencsém, hogy hozzám keveredett. Nem én választottam, nem én akartam, kiválasztottam valamilyen véletlen folytán. Én ezt elénekeltem, és azt gondoltam, hogy itt vége is van. De nem, hanem ezt a dalt nagyon sokat forgatták és játszották annak abban az időben, amikor ez elkészült, mert a Filmslágerek magyarul című válogatásban ez is helyt kapott, ez a dal. És akkor én még egy ismeretlen zöldfülű, névtelen senki voltam, azt se tudták, hogy létezem a világon, vagy pontosabban a Pécsi Nemzeti Színház tagja voltam. És ott belterjesen persze tudták, hogy ki vagyok, azok, akik színházba jártak. De ez a dal megváltoztatta az én sorsomat, az életemet is, mert egy olyan irányt vett a pályán, amelyre én sem gondoltam, hogy majd így folytatódik, mert én mindig is azt hittem és azt gondoltam, hogy én majd egy színházban fogom leélni az életemet, és csak a színházzal fog foglalkozni, de a pop szakmába, a pop világába is kicsit résnyire kinyílt az ajtó, betehettem a lábamat ebbe a résbe, és aztán kinyílt ez az ajtó, és más dolgokat is kipróbálhattam. Persze a szerelem változatlanul a színház, a dal és az éneklés az pedig hozzátartozik ehhez, mert én azt a színházat szeretem, ahol szól a zene. És az a jelenlegi élethelyzet, amiben most vagyok, és a sorsom, hogy egy saját utazó színházam van, Gergely Teáter néven, és elég sok zenés darabot játszunk benne. Hát nem az Emmanuel című filmet játszok természetesen, mert az egy film, hanem sok-sok minden mást, és nagyon boldog lennék, és örülnénk, hogyha mi is eljöhetnénk majd ide, ebbe a gyönyörű városba, és eljátszhatnánk például a Pasika Pácban a Paprikás Csirke, vagy Texas New Yorkot, vagy a mostani bemutatónkat a Nő a Tét című darabot. Járjuk az országot, és én ma este ezen a kellemes estén, mert azt kell, hogy mondjam, hogy a tél dacára azért pluszok röpködtek jobbra-balra, együtt voltunk jó pár emberrel, egy kicsit énekeltünk, egy kicsit együtt voltunk, és talán így várva a karácsonyt, tartalmasan és szépen telt el ez az este. Úgyhogy örülök, hogy itt voltam. Egy kis Dunaparti bárban, mennyi hangulat és bájban, és a titkos félhomályban, mennyi flört és szerelem. Egy kis Dunaparti bárban, csupa szerelmes kis párban, és a három óra tájban, még a csók is megterem. Ugye az elmúlt 60 évet tulajdonképpen valamilyen szinten megbélyegezte az Emmanuel című dal. Mi a terv a következő 60 évre? Hát ezt kegyet kérdezi meg tőlem. Először nincsenek ilyen nagy terveim. Annak idején, amikor még mondjuk 30-as voltam, de régen is volt, akkor, amikor ezt a kérdést tették föl nekem, akkor azt mondtam, hogy én tulajdonképpen azt gondolom, hogy egy ember élete, egy ember öltő, az 60 év. Olyan értelemben, hogy ennyi talán jár. És
minden ezt követő év már egy ajándék, egy bónusz. Én már megkaptam az életemtől azt, hogy ez a 60-as megvolt. És most minden év talán egy bónusz lesz, de remélem azt, hogy a kérdésből fakadóan lehet tervezni hosszú távra is, és igenis én dolgozni fogok, és dolgozom mind a mai napig. Azok közé tartozom, akik nem lógatják otthon a lábukat, és azt várják, hogy a sült galamb majd berepüljön a számba, hanem valami olyasmit hoztam el otthonról, az én családomtól, hogy mi szeretjük a munkát, mi szeretünk dolgozni, én magam is. Ez nem lesz túl népszerű, amit én most mondok, de meg az a korszak sem, amire én most utalok, de azok, akik esetleg nézik ezt, pontosan tudják, hogy mit jelent az, hogyha valaki azt mondja önmagáról, hogy én sztahanovista vagyok, mert én éjjel-nappal csak dolgozom, én nekem öröm a munka. Én szeretem azt csinálni, amivel foglalkozom. Nekem nem büntetés színházat játszani, nekem nem állnak a hátam mögött, mit tudom én, váról indítható rakétával, hogy fölmenjek a színpadra, vagy hogy együtt legyek a közönséggel. Ez nekem jó érzés, örömet okoz. Úgyhogy én ezt fogom csinálni a következő körben is, hogyha még lehet. Hogyha nem ilyen nagy időintervallumot akarunk felölelni, hogy 60 év, hanem egy kicsit rövidebbet, hogyan fognak telni az ünnepek, a karácsony? A karácsony karácsonnyal fog most eltelni. Voltak olyan évek, és sok is volt ebből, amikor karácsonykor lótottam, futottam és dolgoztam. Mindenfelé rohangáltam. Színház volt, fellépések voltak. Most ez a mostani 2018-as, hála Istennek, egy kicsit higgadtabb, egy kicsit lazább, lájtosabb, szokták mondani, ugye pestiesen szólva. Úgyhogy én ennek örülök. Most, hogy eljöttem ide, erre lehetett készülni, erre rá lehetett egy kicsit jobban készülni, mint máskor. Tehát ez a karácsony egyszerűbb lesz. És, nem, és most már a fiam is már nagyfiú. Akkor, amikor még kicsi volt, akkor ugye meg be kellett osztani, hogy hova rohangálunk ki, hova megyünk, mely nagymamához, és így tovább. Ez most is persze így van, de már sokkal egyszerűbb, mert mindenki már felnőtt. Hála Istennek. Úgyhogy, ha már édesanyámat szóba hoztam, persze megyünk hozzá is, vagy megyünk hozzá is Siófokra, meglátogatjuk, és együtt lesz a család. Ezt várjuk, erre készülünk lelkileg, és ez jó is lesz. Én egy kicsit főzőcskézem majd, már meg is van a recept, vagy nem a recept, hanem hogy mi lesz a menü, de azt is tudom, hogy anyukáméknál mi lesz. A karácsonyt most karácsonynak fogjuk megélni szerintem. Hogyha egy gondolattal vagy jó kívánsággal megajándékozná a Kölcsei Televízió nézőit, akkor mi lenne az a gondolat? Ez a gondolat már régóta itt van a fejemben, hiszen 18 évesen a főiskolára kerültem, a színművészeti főiskolára, és 22 éves koromban léptem ki a nagybetűs életbe, és Nádasdy Kálmán tanárunk úgy bocsájtott minket útra, amely az én számomra is arszpoétika, és jó, hogy mondjam, útra való talán mindenkinek, aki esetleg belegondol, vagy egyetért vele. Én azt tudom üzenni mindenkinek, hogy kicsiket álmodni mindenki tud, de nagyot érdemes. Hele! Együtt úgy sorozhogy, kellene ma éjjel egy kis hacáré, hacacáré, hát legyen a számos számé. Drágám, miért vagy már egy kilesi a rőhold ingyen? Csip kis háló inget, ha valaki pajkosan kacsint rá, az a végén együtt azt, hogy kellene. Gergely Róbert romantikája után egy igazi édes beszélgetéssel folytatjuk vendégeinkkel, Szabó Sándor Venez díjas cukrászmesterrel és Berecki Gergellyel, úgyhogy látszik ez a Gergelyek ideje itt ma a víkendben. Jó estét kívánok! Csodálatos alkotásokkal érkeztetek ide hozzánk, mindez cukorból vagy karamellből készült, és egy fantasztikus verseny díjazottjai vagytok. Meséljetek egy kicsit magáról a versenyről, hogyan kerültetek ebből a megyéből erre a vetélkedőre, hát igazándiból egy ettől sokkal nagyobb megmérettetésre.
Igen, a vetőkerőnek ez egy magasabb formája. Két évvel ezelőtt Erfurtban voltam már a szakácsukrász olimpián, ahol aranyéremet értem haza. Most Luxemburgban voltunk világbajnokságon. Ezt megelőzően már 4 éve voltam, mert 4 éve van megrendezve. Ez a nagyszabású verseny, akkor a verseny körülményeit, feltételeit néztük meg, illetve maga a versenynek a dizájnját, hogy milyen irányba halad a versenyzés, amit tulajdonképpen a zsűri értékel, és ennek megfelelően készültünk Gergővel erre a versenyre. Én Máté Szakaiként, mivel Máté Szakán volt először közvilágítás a mai Magyarország területén, 1888-ban, én úgy gondoltam, hogy ezt a témakört dolgozom föl, úgyhogy ennek megfelelően készültem. Hát ennek a felkészülés egy olyan 3,5-4 hónapot vett igénybe, és itt a fény, a láng, az izzó fény, ezt akartam mindenképpen megjeleníteni, amit a zsűri pozitívan értékelt, és mind a két munkánkat bronzéremre értékelte. Érdekes, mert mikor elkezdtél felkészülni, még valóban ragyogó fényesség volt, ugye javában nyár, és most, mire ez a vetélkedő már végül is meghozta a bronzérmet, azt gondolom, hogy egy ilyen északi országban elég hamar sötétedett, úgyhogy lehet, hogy magának a témának is örültek. Egyébként a fény ünnepéről beszélgettünk már, és a lámpás felvonulásról is, amelyet Máté Szalkán megrendeznek. Hát most ez egy újabb büszkeség tulajdonképpen, ez a nagyon szép elismerés. Mielőtt Gergelyt kérdezném, mint ifjú titánt, Sándor, maga ez a Venezdíj, ugye ez egy nagyon, szintén nagyon szép elismerés, és már ezért is küzdeni kell, hiszen egyrészt egy 25 éves gyakorlat, másrészt tényleg a gasztronómiában elért sikerek, maga az oktatásban való részvétel, tehát nagyon sok feltétele van, sőt vissza is lehet vonni. Mi az, ami mondjuk számodra nagyobb elismerés? Az, hogy ennek a díjnak a tulajdonosa vagy, és egy ilyen cukrászmester, vagy pedig egy világversenyen, egy olimpián való megmérettetés? Én úgy gondolom, hogy fontos mindent, amit a szakmában végzünk, az teljesen mindegy, hogy milyen rendezvényen veszünk részt, akár egy mestervacsora esten, egy hazai vagy egy nemzetközi versenyen, én mindig a következő lépésre koncentrálok, aztán, hogyha annak vége, utána megint a következő, és akkor igazán én nem... Nem a díjak számítanak. Nem a díjak számítanak, hogy ne. Természetesen, hogyha van elismerés a kollégák részéről, az mindenképpen pozitív, de én úgy gondolom, hogy magam számára is meg kell felelni, és az fontos. Gergely, hát neked 25 év gyakorlatod, ugye nem igen van, nem is tudom, hogy vagy-e egyáltalán 25 esztendős. 22 esztendős vagyok. Na, hát akkor még a Venezdíjra gyúrni kell, viszont bronzérmet kaptál te is, és egy Harry Potter ihlette motívummal, ugye itt egy hóbaglyot látunk, és egy ilyen kis manót. Dobi. Na, hát akkor egy picit talán arról mesélj, hogy egyáltalán hogy jött az ötlet, és mennyi ideig készül? Azért, hogyha igazán tüzetesen megnézem, ez a bagoly, ez nagyon aprólékos, szinte majdnem annyira, mint a tűzihlette kompozíció. Igen, hát nagyon aprólékos munkák vannak benne, magában a munka nekem is egy ilyen 3-4 hónap, mire teljesen összerakjuk, tervezéssel, kivitelezéssel, mindennel együtt. A dobi elég nagy időt vesz igénybe, mert ott sokkal pontosabban kell fejrészt, meg testrészt, ilyeneket kidolgozni. Közben meleg ez az anyag, amikor ti ezt formázzátok? Amikor dolgozunk, 80 fok környékén van, 80-85 fokon dolgozunk vele, azon a hőmérsékleten lehet. Nagyon rövid ideig, mert ilyen pillanatokon belül lehűl. És akkor már nem igazán lehet vele hát optimálisan. A dugós cukor a legismertebb, talán az átlagos étköznap számára az olyan 142-145 fok. Mi ezt a cukrot, ezt 170 fokra melegítjük föl, és a visszahűlés folyamatában olyan 80-85 fokon formázzuk. Az emberi kéz az olyan 60 fokot bír ki, úgyhogy mindenképpen szükséges, hogy kesztyűvel dolgozzunk. És hát ugye ezt el kellett szállítani a világversenyre. Ki bírja ez a hosszú utazás? Tényleg úgy bántok vele, gondolom, mint a hímes tojással. Igen, hát több darabot is csinálunk, minden egyes darabból, és szállítás is eléggé nehézkes, úgy mondanám, mert ki kell a tárolókat eléggé
Többször szállítottunk már így versenyekre, aztán már megfelelő rutinnal rendelkezünk, hogy szivacssal, kitámasztásokkal, hungarocellel. Gondolom, hogy a pára, vagy az eső, a köt sem tesz jót. A legnagyobb ellensége a cukornak ez a pára. És milyen volt maga a mezőny? Volt-e időtök szétnézni? Láttatok-e nagyon különleges alkotásokat? Volt. Azokat láttunk. Csak azt láttunk, nagyon erős volt. Szerintem nagyon nagy fejlődés volt az elmúlt évek, a két évvel ezelőtti olimpiához képest. Ahogy én láttam, szerintem eléggé igen, nagy színvonal. A keleti országok nagyon jönnek föl, tele lelkesedéssel, új ötletekkel, új technológiákkal, ugyanúgy az amerikaiak, az arab mérségekből versenyzők. Nyilván benne van a fantázia, benne van a kézügyesség, de hát ugye ez az anyag, ez adott, és ahogy elmondtátok, bizonyos körülmények között ugye kötődik, bizonyos körülmények között formázható. Mi az, ami mégis ilyen fajta fejlődést tesz lehetővé? Vannak olyan kütyük, vagy eszközök, amelyekkel még különlegesebb dolgokat lehet, vagy színeket készíteni? Tehát mi a fejlődésnek a kis táptalaja, hogy látjátok ezt? Vagy az ötlet, az emberi elme az, ami maga ilyen az színes. Ötlet, a megvalósítás, hát azt hiszem már most az internet világából már nem kell az apró részletekért több száz kilométert utazni, hogy valamit meglássuk, mert tényleg már itt pillanatok alatt hozzá tudunk olyan információhoz jutni, ami a fejlődést elősegíti. Én azt hiszem, hogy az ötletek, akár a számítógépes tervezés, a 3D-s nyomtató, szóval már nagyon sok olyan dolog van, ami segíti a munkánkat természetesen, hogy ezek a munkák kézzel készülnek, és elég hosszú ideig, de úgy gondolom, hogy maga az ötlet, a gondolat az, ami szárnyal, és a többi az már a megvalósításnak a... Már csak egy gondolat, mert itt ülünk a karácsonyfa alatt, és ugye cukrászoktól csak megkérdezem, hogy mennyire édesszájúak, illetve mi kerül majd a karácsonyi asztalra? Milyen édesség? Hát még ez egy picit odébb van, mert mind a kettőnknek, hát Gergőik fehér gyarmaton a Berecki cukrászat, én Máté Szalkán a grillás és az Anetta cukrászatot csináljuk, és tulajdonképpen nekünk most kezdődik majd a hajrá. Hát a nejem szokott otthon süteményezni, még a benti munkálatok után. Úgyhogy meglepetés lesz, hogy mi lesz a karácsonyi falat. Vagy amit hazavisztek az üzletből, gondolom. Természetesen, hogy a beigli, az mindenképpen. Hát akkor kívánom, hogy legyen az ünnepen lehetőségetek pihenni, feltöltődni, relaxálni, és akár büszkén nézegetni a karácsonyfa alatt többek között ezt a díjat, ezt a bronzérmet, amelyet mindketten elhoztatok erről a világversenyről, úgyhogy szívből gratulálunk, hogy a megyénket ismét sikerült öregbíteni, és boldog karácsonyt kívánunk a stáb nevében is. Köszönjük szépen, boldog karácsonyt kívánok, és... Kedves nézőink, mi viszont nem kínúzzuk Önöket tovább ezekkel a finomságokkal, viszont maradunk az ételeknél, a weekend második részét ugyanis madár etetéssel folytatjuk, maradjanak velünk!